Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánról, túlról résztvevőket is. Én Csonka Erzsébet vagyok, a PPH egyik 9-es szintű vezetője. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom természetgyógyászat volt, mára viszont a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységem. Rákóczi falván élek, egyedülállóként. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata is. 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni, főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, a képességei, a tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével 4 különböző területen ért el egy szervezet, piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Élő emberként ő az, aki az élet és emberismeret, továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygón. Egyedülállóan közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő, elnyomásmentes, szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jöjjön és tartsa meg a mai képzésünket. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném megkérdezni, hogy tetszik ez a jelenlegi világunk, ami körülvesz minket. Hogy tetszik? Tetszik? Nem tetszik? Nem tetszik? Mi baj van ezzel a jelenlegi világunkkal? Vesztében rohan az emberiség? És miben nyilvánul meg? Semmittevésben. Tudatlanságban. Valaki ezt mutatta? Ilyen világunk van, igen. Józan parasztész hiányában. Beszéljünk arról egy kicsit, hogy van egy elég nagy gond, hogy gyakorlatilag ilyen hazugságokkal töltik meg az emberek elméjét. Tehát itt a világunkról, az életről, az ember működéséről, tehát így gyakorlatilag ilyen nagy hazugságok vannak, és az emberek azt beveszik ezeket a hazugságokat. Na most, itt ami mondok példát ugye a jelenből. Hát itt van ez a, én nem háborúnak tekintem, én ezt egy konfliktusnak tekintem. De az oroszok sem háborúnak tekintik, csak ugye az Európai Unió tekinti háborúnak, meg az ukránok tekintik háborúnak, ami a ukrán-orosz háborút illeti, de mondom, én inkább ezt konfliktusnak tekintem. És akkor ugye én ezzel kapcsolatban mindig szakértőket szoktam hallgatni, és sose
az egyéb médiát. Hát én azt látom, hogy az egyéb média, ami nem szakértő, az a hülyeségeket írnak, hogy, és teljesen ellentéteseket. Attól függ, hogy, hogy most az a, az a média az háborúpárti vagy háború ellenes. Tehát, hogyha ha háborúpárti, akkor az ukránok nagyon jól állnak a háborúban, mondja az egyik média, vagy mondta mindig. Ha háború ellenes, akkor meg azt mondja, hogy az oroszok állnak jól. Szóval a lényeg az, hogy például ugye bizonyára tudtok ilyen hírről, hogy csak megszavazta az amerikai parlament azt, hogy 61 milliárd dollárt azt a, adnak az ukránoknak, de nem egyszerre, hanem mit tudom én mennyi idő alatt, most ezzel a kérdéssel nem foglalkoztam, de most összvisz 6 milliárd dollárt kapnak. De ugye majd ebből a 61 milliárdból is mit tudom én mennyit kapnak az állam működésére, mennyit kapnak majd a honvédelemre, stb. Stb. Szóval a lényeg az, hogy ugye szakértők, katonai szakértőket hallgatok elsősorban ezzel a háborúval kapcsolatban, vagy ezzel a konfliktussal kapcsolatban, és hát mit tudom én, mondjuk akarnak venni rakétát ebből a pénzből, aminek az ára egy rakétának, ami ilyen 400 kilométeres hatótávolságú, 2-4 milliárd dollár. Egy darab. Tehát egy darab. Mit? Milliárd. Így van. Egy. Egy. Nem millió. Milliárd. Oké, okay, tehát ez brutál árakon vannak ezek. Tehát az ilyen nagy hatótávolságú rakéták, azok eszméletlen árban vannak. Tehát nem hiszem, hogy a szakértő, tehát rosszul mondta a katonai szakértő. Tehát ilyen 2-4 milliárd dollár, most gondoljuk végig, akkor az komplett 61 milliárdból hányat tudnak venni? Nem sokat. Szóval az egyik a leges legdrágább, ugye a maga ezek a rakéták, ezek nagyon, ezek a mondom nagy hatótávolságú rakéták, ezek nagyon drágák. Tehát gyakorlatilag ugye elmondták, hogy akármennyi pénzt adnak az ukránoknak, ezzel legfeljebb kitolják a háborút. De minden szakértő ezt mondja. És úgy is az oroszok nyernek. Gyakorlatilag azt is elmondják ugye a szakértők, de egységesen, és akkor azt mondják, hogy orosz pártiak ezek a szakértők. Nem, hát reálisak. Reálisak. Tehát azt is elmondják, hogy gyakorlatilag az orosz meg a nyugati, tehát a NATO-nak a fegyvereinek a fejlettsége az körülbelül azonos szinten van. Tehát hiába küldenek oda, vagy adnak bármilyen fegyvert, illetve ő vásárolni akar, mert nem adnak akármilyen fegyvert, mert jó fegyvereket nem adnak, csak olyat, amit már éppen ki akarnak cserélni, le akarnak selejtezni, és el akarják adni, tehát gyakorlatilag olyanokat adnak. Tehát venni vehetnek, de az új fegyverek azok brutál drágák, tehát brutál drágák, tehát gyakorlatilag ezzel a, mit tudom én, körülbelül a felével tudnak majd gazdálkodni így hosszú távon, igazából semmire nem mennek, tehát semmit nem változtat az egészen. Tehát nagyon érdekes az egész, hogy minél jobban húzzák ezt a háborút, annál több területet fog veszíteni Ukrajna. Jó, tehát ez nekünk egyébként jó, minél több területet veszítsen, mert netántán még akkor lesz olyan tárgyalás is, hogy, mert ugye Putyin ezt felajánlotta, hogy Kárpátalját visszaadná.
De ezt most ajánlotta föl már itt a háború ideje alatt, hogy Kárpátalját visszaadná, hogyha oda kerül a sor. Már pedig nagyon úgy néz ki, hogy e felé haladunk, hogy egyre kisebb és kisebb lesz Ukrajna, hogy elhúzódik ez a háború. Hiszen gyakorlatilag itt nem csak ugye a pénzkérdés van, hanem emberhiány. És ugye, hát most annak idején, mikor én katona voltam, akkor ugye azt mondtuk, hogy a franc akar háborúzni. És ha be akarnának vinni háborúba, az tuti, hogy nem fogadnánk szót, és nem csinálnánk azt, amit mondanának. Ennek megmondtuk, hogy mi lett volna a következménye. Na most ugye most már egy olyan rész is van, hogy nem tudom, mennyire hallottátok azt a hírt, hogy nem adnak ki már a konzulátusokon útleveleket. Igen, ez egy friss. Ami azt jelenti, hogy nem adhatnak ki a konzulátusokon útlevelet. Tehát haza kell nekik menniük azért, hogy útlevelet kapjanak. Tehát, hogyha lejárt esetlegesen. Tehát, ami azt jelenti, hogy akkor meg rögtön, tehát most hoztak egy olyan jogszabályt, hogy minden férfinak katonakönyvvel lehet ügyeket intézni Ukrajnába, és ha nincs katonakönyve, akkor tehát akkor ugye az nagy baj. Tehát gyakorlatilag ugye azt hiszem 18-tól 60 éves korig mindenki be van sorozva, és ugye a katonai szakértők arról is beszéltek, hogy hát be akarnak vinni olyan embereket, ugye a frontra akarnak küldeni majd, akik nem akarnak harcolni. Ami azt jelenti, hogy az ilyen katonák mit csinálnak? Első dolguk az, hogy megadják magukat. Tehát nem, mivel nem akarnak meghalni, ezért megadják magukat. Azt mondták, hogy valószínű, hogy ez már ilyen van, mert egyszerűen az ukrán oldalon összeomlik a front. És úgy összeomlik, hogy harcolnak, azt hiszik, hogy harcol ugye az ukrán csapatok, azt hirtelen egyszerűen összeomlik a front, és átmennek rajta ugye az oroszok. Hát ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy valószínű megadják magukat a katonák, mert nem akarnak meghalni. Szóval hát olyan emberek, akik nem akarnak harcolni, azok, hogy életben maradjanak, inkább fogják és megadják magukat, ami azt jelenti, hogy orosz fogságba kerülnek, de hát testvérnép az orosz. Tehát ugye az orosz az azt csinálja, hogy nem akar kiszúrni a lakossággal, tehát nem lakosság ellen harcolnak, hanem a katonaság ellen, mert hát ugye együtt akarnak majd működni az ukránokkal, és nem akarnak ugye ellenséget az ukrán lakosságba. Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag semmivel nem jutnak előbb az ukránok ezzel a fajta működéssel. Hát ez ha még így húzódik tovább, mondom, előbb-utóbb eljutunk oda, hogy azt mondják, hogy jó, akkor darabolás. Akkor lehet ezért ez a terület, vagy azért az a terület, vagy amazé az a terület. Simán meg lehet. Úgyhogy kíváncsi leszek ezekre a dolgokra, de hogy semmilyen módon, semmilyen katonai szakértő nem lát abba egy fikarcnyi esélyt, hogy az ukránok győzzenek, hát ez biztos. Szóval esélyük sincs, ezt csak azért mondom, mert itt az egész Európában pedig elhitetik a lakossággal, hogy hát támogatni kell az ukránokat, mert hát gyakorlatilag győzniük kell. Tehát győzniük kell. Tehát hogyha már az első tárgyalásokat még ugye tavaly előtt, az első tárgyalásokat nyáron,
azt végigcsinálták volna, akkor még egy kis területtel megúszták volna az ukránok. Hát most már lassan oda jutunk már, hogy fél Ukrajna már hiányzik majd, és hát egyre gyorsabban fognak tudni előre haladni az oroszok, mert egyre inkább nem tudják finanszírozni a háborút se pénzzel, se élőerővel az ukránok. Na most ugye most már olyan hírek is vannak, hogy ugye azzal etetik az embereket, hogy majd a NATO küld oda csapatokat. Ez ki van csukva egyébként, hogy a NATO küldjön csapatokat, mert akkor az nyílt szembenállás. Tehát ami azt jelenti, hogy csapatokat nem, nyilván lehet szakembereket küldeni, meg lehet kiképezni ugye Ukrajnán kívül embereket, meg mehetnek oda szabad csapatok, önkéntes csapatok, nem a NATO keretein belül, hanem bárhonnan összeverbúválva, persze az lehet, de ugye a NATO az ilyet nem csinálhat. Én nekem mindig az jut eszembe, ugye a fiatalok nem éltétek meg. Ugye én is csak a végét éltem meg, a hidegháborút. Mert ugye a legerőteljesebb hidegháború az a 60-as évek elején volt, mikor a kubai válság volt. És ugye akkor még én nagyon kis gyerek voltam, és ugye ezáltal én nem éltem meg ugye a tényleg hatalmas olyan válságot, hogy majdnem kitört a harmadik világháború, ott nem sok híja volt, de ugye a hidegháborús időszakban éltem már felnőttként is, és ugye azért a 70-es, 80-as évekre, főleg a 70-es években ugye még azért nagyon dúlt a hidegháború, és ott is nagyon ijeszgették a lakosságot a háborúval. Tehát ugye azt kellene megérteni, hogy igazából ez a háborús ijeszgetés, ez arról szól, hogy az emberek féljenek. Tehát azt kellene átlátni. Tehát ezek a hazugságok, tehát például az, hogy ha legyőzi az oroszokat, ez egy hazugság. Ha legyőzi az oroszok, legyőzik Ukrajnát, akkor az oroszok nem állnak meg, és mennek tovább majd. Meg akarják hódítani az összes európai államot. Érted? Ilyen marhaságokat mondanak, és a lakosság egy jó része beveszi ezt a hülyeséget. Tehát az oroszoknak nem céljuk, hanem nem a 20. században vagyunk, az oroszoknak a kereskedelem lenne a céljuk, nem a háború. Ugye egy bebizonyított tény, hogy a kereskedelemmel többet lehet nyerni, mint a háborúval. Érted? És a kereskedelem az több bevételt tud okozni, mint egy háború, hiszen a háborúnál veszteségek vannak, és a háborúnál finanszírozni kell dolgokat. Tehát az oroszoknak nem céljuk, csak azért mondom ezeket a dolgokat, hogy hát ha hallják olyan emberek, akik elhiszik, amit a média mond, avval kapcsolatban, hogy itt mit tudom én, világháború lesz, meg az oroszok nem állnak meg, és megtámadják a hozzájuk képes nyugati országokat, beleértve minket, és ez akkora hülyeség, tehát ekkora hülyeséget nem tudom, hogy lehet mondani. Tehát lényeg az, hogy szó nincs ilyen dolgokról. Ez mind arról szól, hogy az embereket félelembe tartsák. Tehát olyan se lesz, hogy mondom, küldenek NATO csapatokat. Ilyen se lesz. Mert az rögtön ugye a NATO és az Oroszország összecsapása, ami világháború. Tehát ilyen se lesz. Senki nem akar itt világháborút. Azt azért mondják ezeket, hogy világháború lesz, mondták évtizedeken keresztül, hogy nyakunkon a világháború, utána megszűnt a hidegháború, már nem mondták, most megint elkezdték ezt mondani. Ez arról szól a történet, hogy az emberek akkor manipulálhatók, ha félnek, jó? És a félelemben lévő emberekkel azt csinálnak, amit akarnak. Jó, és akkor nézzük meg ezzel kapcsolatban, hogy igazából mit is csinálunk. Jó, és közvetlenül ehhez kapcsolódó dologgal kezdjünk el foglalkozni, ez pedig ez.
Tehát ami azt jelenti, hogy az embernek van egy lelki fejlődése, vagy kellene, hogy legyen egy lelki fejlődése, minden ember ezért született. Tehát hogyha egy kicsit visszább megyünk, akkor itt talán látjuk, hogy egy olyan világban élünk, ahol a jó emberek nem tesznek semmit, és ha továbbra sem tesznek semmit a jó emberek, akkor vitathatatlan, hogy még rosszabb világunk lesz. Tehát a jó emberek nem tüntetéssel kell, hogy tegyenek valamit, azzal nem tudnak tenni semmit, hanem azzal, hogy tudatosodnak. Tehát mit jelent a jobb világgal? Az emberek fejlődhetnek azért, hogy minél hamarabb szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadon és anyagi függetlenségben élhessenek. Ha te is jó embernek tartod magad, akkor neked is aktívan kellene tenned azért, hogy legyen egy jobb világunk. Ugye egy egyén azzal tud tenni, ha ő tudatosodik. És ezzel mintát mutat a környezetének arra, hogy érdemes tudatosodni. Oké? Okay? Tehát egy tudatosabb ember jobban boldogul az életem minden területén. Jó, és ha valaki tudatosodik, akkor a környezetében jó minta tud lenni. Tehát minden embernek törekednie kellene a szellem és a lelki fejlődésre, mert ez a földi küldetés. Ugye a szellemi fejlődés az a tudatosodás, a lelki fejlődés az pedig a lelkünk fejlesztése. Tehát a lélek azért jött le, azért van a te testedben lélek, hogy fejlődjön. Nem a tested fejlődjön, a tested nem tud fejlődni. Oké, maradjunk ennyibe. A testednél a szellemed tud fejlődni, ami azt jelenti, hogy okosabb tudsz lenni, de az nem azt jelenti, hogy minden téren okosabb tudsz lenni, mert akkor tudsz okosabb lenni minden téren, hogyha az élet és az ember működésével kapcsolatban is okosodsz. Tehát azzal, hogy olyan téren okosodsz, hogy mi van a világban, attól neked nem lesz jobb életed. Attól, ha okosodsz, hogy mit tudom én, megtanulsz még 3 szakmát, és azokat a szakmákat nem használod, akkor gyakorlatilag az nem fogja jobbá tenni az életedet. Tehát olyan dolgokat kell tanulni az embernek, ami jobbá teszi az ember életét. Egyetértünk? Tehát ami jobbá teszi az emberek életét, és minden egyes egyén életét. Tehát az egyén tudatosodik, megtanulja azt, hogy a problémáit megoldja, a problémáit megelőzze, képes legyen ebben másoknak is esetleg segítségére lenni, akkor képes legyen teremteni az életében mondjuk akár pénzt. Jó, tehát minden embernek törekedni kellene a szellemi és a lelki fejlődésre. Nézzük ezt a lelki fejlődést kérdést. Jó? Tehát nekem tök mindegy, hogy te mit hiszel, én azt hiszem, így kezdtem el hinni, hogy azt kezdtem el hinni, ami nekem jobb. Tehát nekem jobb. Tehát így kezdtem a szellemi fejlődést, a lelki fejlődésemet, hogy abban kezdtem el hinni, ami nekem jobb, amit úgy ítéltem meg, hogy nekem jobb. Ez nem most volt, hanem ez még a 90-es években. Oké? Okay? Tehát a 90-es évek első felében volt az, hogy abban kezdtem el hinni, ami nekem jobb. Oké? Okay? És ugye elkezdtem foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy hogy van ez a lélek kérdés, nekem melyik a jobb, hogy a lelkemnek is egy élete, egy halála van, vagy örök lét. Oké, ez egy választási lehetőséget. Hihetsz abban is, hogy egy életed, egy halála van a lelkednek is, vagy abban is hihetsz, hogy örök létű. Vagy van egy harmadik variáció, amiben lehet hinni, amit a kereszténységben kifordítva az eredeti tanításokat tanítanak, hogy a teremtő erre az életre hozta létre a lelkedet, és utána, amikor meghalsz, akkor bekerülsz a paradicsomba. Oké? Okay? Illetve a mennyekbe. Fölmész a atyához. Oké? Okay?
ezt tanítja. Ez egy kifordított tanítás, lehet ebbe is hinni. Tehát van három variáció, amiben lehet hinni. Egy, hogy a mert olyan, hogy lélek, biztos, hogy van, mert akkor nem kerülne benne, bele a szavunkba. Tehát egy csomó szavunkban benne van az, hogy lélek. Például lelkes, oké, stb. Stb. Jó? Tehát a lélek az létező dolog, de lehet ugye abban hinni, hogy mit tudom én, ott van benne a testedben, majd utána az is a testeddel, megszületett a testeddel a lelked, és, meghal a testeddel a lelked. Lehet ebben nyugodtan hinni. Ez a te döntésed, hogy miben hiszel, abban hiszel, amiben akarsz. Hogy ez neked mennyire jó, azt megkérdezem, mert az az ember, aki nem, tehát ebben hisz, az gyakorlatilag nem tudja azt megmagyarázni, hogy honnan van a hogy van a teremtés, azok az emberek általában miben hisznek, az evolúcióban. Jó? Tehát az evolúció az egyébként nagyon egyszerű kérdés. Az evolúció csak annyi, hogy egy élő organizmus az alkalmazkodik a környezetéhez. Ez az evolúció. Hozzá alkalmazkodik. Semmivel nem több. Tehát nem törzsfejlődés az evolúció, jó? Az egy hamis tanítás, jó? De lehet nyugodtan hinni a törzsfejlődésbe, csak bebizonyított tény, hogy az evolúcióban óriási lukak vannak. Az azt jelenti, hogy, valamit fejlődött, érted? Azt utána eltűnt, utána jött egy új dolog, majd az is eltűnt, majd megint új dolog jött, és akkor kitalálják, hogy, tehát az maga az egész evolúció az egy rakás hazugság. Jó? Tehát itt megint a hazugságokról. Megint a hazugságokról van szó. Nyilván, ha egy ember nem hisz abba, hogy neki van teremtője, akkor nyugodtan el lehetett vele hitetni, hogy minden szerencse kérdése. Minden. Semmi nem tőle függ, hanem minden a szerencséjétől függ. És ugye ezért vannak a szerencsejátékok is, hogy bebizonyítsák az embernek, hogy a szerencse az nagyon forgandó, meg a szerencse az nagyon a véletlenöktől függ. Jó? Ezt ebben tudják bizonyítani. És akkor az emberek, ha elhiszik azt, hogy, ebben az életben gyakorlatilag nincs olyan, hogy teremtő, evolúció van, és igazából ami az emberrel történik, az a véletlenek műve, és nem megszervezett, megrendezett, vagy előre bevállalt történet. Szóval a lényeg az, hogy az embereket megetetik ezekkel a dolgokkal, de hát ha te ezt hiszed, akkor nyugodtan higgyed. Semmi gond nincs ezzel, akkor az azt jelenti, hogyha eddig az életed az egy rakás valami volt, akkor ezután is egy rakás valami lesz, jó? Maradjunk ennyibe. Miért? Azért, mert nem tőled függ. Tehát én úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy sokkal jobb, ha az életem tőlem függ, mint a szerencsétől, nem? Nem? Tehát az ember hihet ebben, abban, amabban, jó? Tehát lehet abban hívni, hogy evolúció és véletlenek, stb. Stb. Egy élet, egy halál a lélekre vonatkozóan is. Ugyanígy nincs olyan, hogy Isten, stb. Lehet nyugodtan ebben hinni. Aki ebben hisz, annak, az tudod, hol tartózkodik? Nézzük. Mindjárt megmutatom, jó, hogy hol tartózkodik. Csak közben itt ezt az egeret félre rakom, hogy ne. Tehát aki ebben hisz, az ezen a szinten van. Egyes. Tehát ez a lelki fejlődés az azt jelenti, hogy totális anyaghit. Tehát anyag. Tehát olyan, hogy lélek, szellem, az gyakorlatilag az ő számára nem létező fogalom. Jó, ez a túlélés szintje,
A túlélés szintje azt jelenti, hogy az ilyen ember az azért él, hogy túléljen, mint az állat vagy a növény. Azért él, hogy túléljen, érted? Tehát körülbelül hát nem sokkal fejlettebb, mint egy a gondolkodása, a működése, inkább úgy mondom, az állat az nem gondolkodik, az ember azt tud, bár ha gondolkodna egy ember, akkor rájönne arra, hogy nem kellene hasonlatosnak lenni egy állathoz, amelynek kizárólag egy motivációja van, az pedig a túlélés. Oké? Na most, ezeken a szinteken élőknek egy motivációja van, a túlélés. Jó? És sajnos a társadalom egy nagyon nagy százaléka ezen a szinten éli életét. Ez ki is derült a Covid alatt. Tehát a Covid bebizonyította, hogy az emberek nagyon nagy százaléka az a túlélés szintjén van. És ez nagy baj, mert a túlélés szintjén, mondom, hát a véletlenekre van bízva minden. Jó? És hát hallani is emberektől, hogy mit tudom én egy olyan szerencsétlen ember vagyok, mondja az egyik, a másik meg azt mondja, hogy te meg milyen szerencsés vagyok. Jó? Tehát, de most mindegy, hogy valaki azt mondja, hogy szerencsétlen vagy szerencsés, ha a szerencsében hisz, akkor gyakorlatilag a túlélés szintjén mocorog az illető. Jó? Hát most gondold végig, ez azt jelenti, hogy egy bazi alacsony szint. Tehát onnan följutni mondjuk a hetedik lelki szintre, az húzos. Az húzos. De most, hogy tiszta és világos legyen, amivel elhagyjuk ezt a lelki, tehát elhagyjuk ezt az életünket, azon a lelki szinten, amilyen lelki szinten elhagyjuk, azon a lelki szinten születünk. Oké? Tehát ha valaki elhagyja a túlélés lelki szintjén, hagyja el ezt a földi létét, az nagyon jó, mert a következő életében is a túlélés lelki szintjére fog születni. Onnan indul. Király. Na most, akkor megint van egy olyan probléma, hogy húha, következő élet. Na most eleve az, aki a túlélés szintjén van, az nem is hisz ilyenbe, hogy következő élet. De megint ugyanez a kérdés, hogy melyik a jó neked? Ha egy életed van, vagy egy halálod, tehát egy életed és egy halálod van, vagy a lelked az túlél. Melyik a jó neked? Ha te úgy gondolod, hogy az a jó, hogy egy életed és egy halálod van, én meghagylak ebbe a hitedbe, jó? Nyugodtan. Nyugodtan. Az a te bajod. Oké? Én tudom, hogy ez nem így van, tehát mondom, az ember, nem tudom, tudod-e mi az, hogy gondolkodás? Ez egy tanítás. A gondolkodás, akit itt tanulnak, azok tudják. A gondolkodás az azt jelenti, hogy mérlegelés. Tehát mikor az ember mérlegel, akkor gondolkodik, jó? Ha te azt mondod, hogy meggondoltam, de nem mérlegeltél, akkor nem gondolkodtál, jó? Akkor az ösztönödre hallgattál, és annak alapján döntöttél. Tehát az ember mérlegel. A mérlegelés azt jelenti, hogy figyelembe vesz különböző szempontokat, jó? És utána néz dolgoknak, utána jár dolgoknak. Ez jelenti. Oké? A mérlegelés. Tehát az az ember, aki gondolkodik, az nem egy bizonyos adatokra támaszkodik, és annak alapján dönt, hanem mindenféle adatot begyűjt, és annak alapján dönt, ami számára a legjobb. Oké? Azt hozza, ami a számára a legjobb. Vagy mondjuk a családja számára, stb. A legjobb. Jó? Tehát az a lényeg, hogy azt hozza, ami a legjobb, azt a döntést hozza. Na most, ha az ember nem a legjobb döntést hozza, már gondold végig, mondok egy példát. Szerinted azok, akik adósság csapdába kerültek, azok jó döntést hoztak? Amikor fölvették azt a hitelt. Nem. Magyarul mit csináltak? Nem gondolkodtak. Nem gondolkodtak, hanem hagyták magukat, hogy egy adat alapján döntsön. Érted? Egy adat alapján döntsön.
És az érzelmi adat volt. Tehát érzelmi ráhatást gyakoroltak, hogy ő döntsön. Jó? És ő döntött is az érzelmi ráhatás következményeként. Ez azt jelenti, hogy azok az emberek, akik, tehát mindenki, aki gondolkodni akar, az mérlegel. Tehát ha egy túlélés szintjén van egy ember, onnan látni, hogy nem gondolkodik, mert semmit nem mérlegel. Tehát semmit. Mindent egy adat alapján határoz el, ami azt jelenti, hogy max két adata van, amiből választ, érted? De az általában nem ellentétes adat. Tehát mit tudom én mondjuk, az egyik adat, hogy azt mondja neki a tévé, hogy vegyen föl hitelt, a másik adat meg azt mondja neki a párja, hogy vegyünk föl hitelt. Érted? És akkor két adat alapján döntött. Ennyi. Vagy még megkérdezi az anyját is, meg az apját is, szüleit, és azt mondják, hogy vegyetek föl hitelt. És akkor már ő azt gondolja, hogy három adat alapján döntött a francot. Jó? Tehát akkor dönt, akkor mérlegel az ember, ha ellentétes adatok vannak. Világos ez? Tehát ha ellentétes adatok is vannak a mérlegelésnél. Jó? Tehát mi szól amellett, hogy fölvegyünk hitelt, mi szól amellett, hogy ne vegyünk föl hitelt. Nem, hogy itt is az van, hogy vegyünk föl, itt is az van, hogy vegyünk föl, meg itt is az van, hogy vegyünk föl. Ez nem mérlegelés, jó? Meg nem, ezáltal nem is gondolkodás. Világos ez? Jó? Na nézzük tovább. Szóval az ember eldöntheti azt, hogy mi a jó neki, de mérlegelni kellene. Tehát gondolkodni kellene. Hát én ezt csináltam, mondom, 90-es évekről beszélek, nem mai időszakról, 90-es évekről, annak is az első feléről, hogy mérlegeltem itt a lélekkel kapcsolatban, az élettel kapcsolatban dolgokat. És ez nagyon érdekes, mert amikor azt a döntést hoztam, ami ellentétes azzal a tanításokkal, amit nekem tanítottak gyerekkoromtól, és elkezdtem annak alapján, annak a hitnek alapján működni, akkor elkezdett az életem megváltozni. Oké? Méghozzá pozitív irányba természetesen. Tehát addig úgy éltem, mint az átlagember, oké? És onnantól, mikor elkezdtem más nézőpontból nézni az életre és az ember működésére, akkor az életem az elkezdett nem átlagember irányba fordulni. Oké? És akkor tehát kipróbálhattam az átlagembert, és utána lehetőséget kaptam arra, hogy kipróbáljam a nem átlagembert. És szerinted melyik tetszett jobban? A nem átlagember. Oké? A nem átlagember. Jó? És nyilván kétféle nem átlagember van. Van a rossz átlagember, meg a jó átlagember. Tehát az is egy döntése az embernek, hogy jó, nem. Van a rossz nem átlagember, meg a jó nem átlagember. Jó, ezt akartam mondani. De ugyanúgy a természetes az átlagembereknél is van jó ember, meg rossz ember. Jó, de a nem átlagembereknél is van rossz ember, meg jó ember. És akkor ott dönthet az ember, hogy most nem átlagemberként rossz ember lesz, vagy jó ember. Én a jót választottam. Jó? Szóval lényeg az, hogy én nem emlékszem arra, hogy én ezeken a szinteleken lettem volna. Én nekem fontos volt a valahova tartozás világéletemben. Nekem mindig volt saját csapatom. Már óvodás koromban volt saját csapatom. Saját szervezésű csapatom. Komolyan. És végig az iskolákban is volt saját szervezésű csapatom. Az azt jelenti, hogy nekem nem volt mindenki barátom. Jó? Sose értettem, hogy miért nem volt közösség azokban az osztályokban, amiben én jártam. Már tudom, már régóta tudom, azért nem, mert én oda jártam.
És én hülyékkel nem akartam egy levegőt szívni. Érted? Tényleg nem. Komolyan. Tehát tényleg nem. Tehát ami azt jelenti, hogy én olyanokat kerestem, akikkel hosszú távon tudtam együttműködni, érted? Barátként akárhogy. Jó? Tehát és ez, én megosztottam gyakorlatilag az osztályt, amiben jártam. Bárhol legyen is. Jó? Tehát ezért nálunk nem voltak ilyen osztálytalálkozók, meg ilyenek közük. Elmaradtak. Tehát ahova én jártam, ott sehol nem volt ilyen. Szóval nekem volt saját csapatom, és nekem fontos volt, hogy elismerést kapjak, elismerést adjak. Oké? Hát azt, hogy elismerést adjak, az nyilván az ember beletanult, de az, hogy az ember elismerést kapjon, hát ugye ez egy érdekes dolog, mert amikor elkezdtem tanulni az emberekkel való foglalkozást, ugye ez a 90-es évek elejétől, akkor már ott mondták nekünk, tanították, hogy az öt létszükséglet egyike az elismerés. Tehát az emberek két dologért dolgoznak. Vagy pénzért, vagy elismerésért. Ami azt jelenti, hogy mondhatjuk azt, hogy a pénz egy elismerés, de nem akkor elismerés a pénz, ha mindig, minden hónapban ugyanannyit kapsz. Tehát ha nem teljesítmény ösztönző a fizetés, akkor az nem hat elismerésként. Mert akkor is annyit keresel, ha kevesebbet dolgozol, akkor is annyit keresel, ha többet dolgozol, na most az elismerés pedig a több munkát jutalmazza, érted? Tehát mikor elismerünk valakit, akkor a több munkáért, a több teljesítményért, a több eredményért, a nagyobb eredményért ismerjük el. Ha olyan javadalmazás van, ahol tök mindegy mennyit dolgozol, ugyanannyit keresel, nyilván nem dolgozhat nagyon keveset, mert akkor kirúgnak, de ha egy kicsit kevesebbet dolgozol, simán belefér, ha kicsit többet dolgozol, akkor se kapsz egy vassal, se többet. Érted? Az azt jelenti, hogy az nem elismerés. Tehát ott elismerés, én nekem ugye jó volt, mert gyerekkoromtól láttam, hogy apu is teljesítménybe kezdett el dolgozni, úgy kezdte el ugye a vállalkozási formát, anyu is teljesítménybe dolgozott, és hát ők dolgoztak azért, hogy minél több pénzt keressenek, érted? És ott azt láttam, hogy az egy elismerési forma, ha többet dolgoznak, többet keresnek. Oké? Jó, tehát amikor nekem alkalmazottaim voltak, és be akartam vezetni a teljesítménybérezést, akkor majdnem lázadás volt belőle, úgyhogy nem is vezettem be. Tehát ebből láttam azt, hogy az emberek azok nem elismerésként akarják a jövedelmet. Érted? Pedig az a jó, hogyha elismerésként kapja. Na mindegy. Szóval, gondold végig, az azt jelenti, hogy az emberek, akik nem akarnak elismerést, vagy nem akarnak elismerés jellegű jövedelemhez jutni, azok nincsenek azon a szinten. Jó, tehát menjünk vissza, ugye nekem ez a két szint ez fontos volt, gyerekkoromtól fontos volt, hogy elismerést kapjak, nem tudom te ezzel hogy voltál, tehát ami azt jelenti, hogy nem is a valahova tartozás szintjére születtem, hanem az elismerés lelki szintjére. Tehát nekem világéletemben az elismerés fontos volt. Jó, aztán megtanultam, hogy most már nem az a fontos, hogy engem elismerjenek, hanem az a fontos, hogy én tudjak elismerést adni. Tehát az nekem sokkal fontosabb, hogy tudjak elismerést adni, mint hogy kapjak elismerést. Jó? Hála Istennek ez a kívánságom is teljesült. Szóval lényeg az, hogy ha valaki az elismerés
szintjén van, akkor természetes dolog a alatta lévő három lelki szint. Tehát ami azt jelenti, hogy nem tudja másként elérni az ember, csak úgy, hogyha van egy saját csapata. Tehát egy csapatnak a része. Érted? Tehát úgy lehet majd elismerést kapni, hogy egy csapatnak egy része az ember, és akkor tud elismerést kapni, adni, hogyha ő jobb az átlagnál. Nem tudom, világosan. Tehát én mindig törekedtem arra a világéletemben, hogy az átlagnál jobb legyek. Minden tekintetben jobb legyek. Oké? Tehát ez nekem mindig fontos volt az életem során, hogy, több legyek, mint az átlag. Kilógjak a sorba, ki is lógtam világéletemben már gyerekkortól. Tehát óvodáskoromtól kilógtam a sorba. Szóval, lényeg az, hogy gondold végig, aki el tud jutni fejben mondjuk az elismerés szintjére, hogy neki fontos lenne az, hogy kapjon elismerést, tehát nem adjon, mert az utána alakul ki, mikor már az ember kap, akkor kialakul az, hogy ő adni akarna elismerést. Szóval, hogy az ember kapjon, ha ez ide fejben eljut az ember, és törekszik arra, hogy ez meg is valósuljon, akkor ez a három alatta lévő dolog, ez megvan. Azért külön nem kell tenni semmit. Értitek? Tehát itt, szarakodnak az emberek a túlélés szintjén, a társadalom másik nagy része vacakol itt a biztonság szintjén, érted? És közben, ha az ember mondjuk följutna fejben arra, hogy mennyire fontos lenni neki az elismerés, akkor ezt a és az elismerésre való törekvések közben ezeket simán teljesíteni, mind a három alatta lévő lelki szintet. Ez így működik. És az emberek ezt nem látják át, nem tudják, hogy ez így van, és itt, nyavajognak ezeken a szinteken, és mindenféle problémájuk lesz. Nézzük, menjünk egy kicsit följebb a biztonság szintjére. Hát azt gondoljuk, hogy mennyire fontos, közben, ha magasabb dologban gondolkodsz, akkor a biztonság megvan. Tehát gondold végig, ha valahova tartozik az ember. Ugye a valahova tartozás alapvető szintje a család. Tehát, hogy beletartozol egy családba. De az a család, az úgy jön létre, hogy egyrésztből beleszülettél a családba, és a szüleid gondoskodtak a biztonságodról, míg fel nem nőttél. Oké? De utána az embernek az egy biztonságot eredményez, hogyha létrehoz egy családot. Oké? Ezt így nem gondolják sajnos át az emberek, hogy az alapvető biztonsági szint az a család. Oké? Tehát az az társadalom alapvető biztonsági szintje a család. Tehát azért is létesítenek az emberek családot, hogy biztonságban legyenek. Miért? Mert amikor felnő, kikerül a családból. Tehát az állatvilágban is megnézed, hát elzavarják. Érted? A családból. És az azt jelenti, hogy létre kell hozni egy saját biztonsági közösséget, ez a család. Jó? És az azt jelenti, hogy akkor már legalább a családjába tartozik. Ez az alap. Tehát azt érzi, hogy ő tartozik valakihez. Érted? A valahova tartozás az, nem egy tárgyhoz való tartozás, az nem egy tájhoz való tartozás, az egy közösséghez való tartozás. A legkisebb közösségi egység a Földön az a család. Oké? Tehát amikor egy családban él az ember, akkor valahova van egy
egy magasabb szint, tehát ha megnézed a családban, az emberek biztonságosabban élnek, ezáltal a biztonság megvan. Most gondold végig, mit tudom én, van egy ember, aki egyedül keresi a pénzét. Ahhoz képest, hogy mondjuk két ember keresi együtt a pénzét. Az ritka, hogy mind a kettő munkanélküli legyen. De az sűrűn előfordulhat viszonylag, hogy az egyik az munkanélküli lesz. Érted? Na most, ha egyedül él, akkor ő lesz az az egy. És akkor hogy fog megélni? Mert ha van egy társa, egy párja, akivel él, akkor mondom, az ritkán fordul elő, hogy pont mind a kettő azonos időben munkanélküli. Érted? Ez ritka. De ha az egyik munkanélküli, a másik dolgozik, akkor még valamilyen szinten megélnek. Nem tudom, világos. Nem úgy, mint mikor ketten dolgoztak, de meg tudnak élni. És mi lesz akkor, ha valaki egyedül tartja föl magát, és munkanélküli válik? Hogy tartja föl magát? Nem tudom, akkor elég világos el, hogy a család az a alapvető biztonsági egység. Világos ez? Főleg még ha kezdetben mondjuk a fiatal még nem megy ki a családból, de már dolgozik, ami azt jelenti, hogy ha egy gyerek van, akkor három jövedelem, ha két gyerek, akkor négy jövedelem, és ha ott nem valószínű, hogy mind a négy egy időben munkanélküli lesz, még kisebb az esély arra, mint kettő esetében. Az azt jelenti, hogy a család létrehozza azt, hogy túléljenek és biztonságban legyenek. Nem tudom, világos-e. Nem teljes egészében hozza létre, de sokkal jobban, mint hogyha valaki egyedül él. Érthető ez? Tehát, ha az ember megnézi, alapvető ösztön, hogy családban éljen és utódjai legyenek. De ez nem azt jelenti, hogy fogja az ember, és ha ezen túl van, mondjuk az utódok felnevelésén, akkor utána egyedül kell leélni az életét. Miért? Hát mert több szempont. Mert nem erre hivatott az ember, hogy addig kell csak család, amíg fölneveli a gyerekeket. Hanem gondold végig, azt jelenti, amit elmondtam az imént, hogy két ember könnyebben megél, mint egy ember. Tehát két külön embernek mindenből külön kell minden. Két ember esetén sok mindent meg tudnak osztani egymással. Érted? Tehát anyagi szempontból is sokkal több rezsi, sokkal több technikai eszköz kell két külön embernek, mint két olyan embernek, amelyik együtt él. Világos ez? Tehát sokkal többe kerül két külön embernek az élete, mint ha együtt vannak. Jó? Tehát ezáltal biztonságot, némi nemű biztonságot tudnak létrehozni, sokkal magasabb szintűt, mint ha valaki egyedül él. Arról nem is beszélve, hogy gondold végig, mondjuk éppen lelombozódsz otthon, és egyedül vagy, ki fog föltuningolni? A párod föl tudna tuningolni, tudna biztatni, érted? Gondold végig. Most gondold végig, hogyha sok olyan dolog ér, ami levisz téged, akkor egy idő után úgy maradsz, mert nincs senki, aki föltuningoljon téged. Nincs, aki azt mondja, hogy semmi gond, haladunk tovább, menjünk előre, ne nyalogassuk a sebeinket, hanem haladjunk. Érted? Tehát kell egymás biztatása is. Nem tudom, világos-e. Egy egyedül él egy ember, ki fogja őt biztatni? Senki. Senki. Érted? Senki. Jó, tehát ebből is látni, hogy ott van benne biztatni. Ott van benne a biztonság, biztatás. Négy betű a szóból megegyezik. Oké? Tehát a kettő, a biztonság meg a biztatás, tehát a biztonság úgy jön létre, hogy
valaki bíztat, és akkor létrejön a biztonság. Ha nincs, aki bíztasson, nem tud létrejönni a biztonság. Világos ez? Magadtól hogy jönne létre? Hát ez olyan, mint a fuldokolná és a saját hajadnál fogva húznád ki magad a vízből. Nem működik. Jó? Nem vagy te műhazán. Így van. Jó? Tehát az ember, ha letargiába esik, akkor kell egy segítség, aki kihúzza abból a slamasztikából. Jó? Ami nem kerül pénzbe. Jó? Egy olyan segítség. Szóval, lényeg, hogy ha az embernek van egy biztonság érzete, mert mondjuk családban él, akkor még van egy magasabb szintű biztonság, ami akkor jön létre, hogyha ő még a családján kívül egy közösségbe is tartozik. Én a 90-es években tanultam azt, nem, 2000-es évek elején tanultam azt, hogy ugye a családok szétesőben vannak. Egy ilyen párkapcsolati tréningen voltunk a nejemmel, és már akkor tanították a 2000-es évek elején, hogy a családok szétesőben vannak, és a jövő társadalma az a közösségek. Mert hogy az emberek egyedül maradnak, nagyon sok ember egyedül marad, ezt tudjuk is, hogy nagyon sok egyedül, ember egyedül él, és utána keresnek közösséget. Tehát valamilyen közösséget, hogy a valahova tartozás megvalósuljon. De ugye a családdal is, mondom még egyszer, van egy valahova tartozás, tehát annak a pótlását csinálják az emberek a valahova tartozással, tehát hogy bemennek egy közösségbe. Az a baj, hogy nem jó közösségek is beszippantják az ilyen embereket. Tehát szó szerint. Tehát a magányos embereket a különböző közösségek könnyedén beszippantják. Azok, akik családosak, azokat nehezebben szippantják be, mert ők nem keresik olyan vadul, idézőjelben a vadul szót, annyi energiával valamilyen közösséget, hiszen van egy saját közösségük, amit úgy hívnak, hogy család. Szóval lényeg az, hogy ezáltal, ha megnézed az ilyen közösségeket, nagyon sok az egyedülálló. Rengeteg. Tehát rengeteg a közösségekben, rengeteg az egyedülálló, és kevés a család. Tehát kevés az, aki családos, és úgy van benne egy közösségben, a többség az egyedülálló. Na most, ebben ugye gond van, mert ugye a valahova tartozás szintje, azért van itt egy vonal, mert ez totál az anyagi világ, az egyes és a kettes. Tehát a kettes és hármas között láttok egy vonalat, azért mert a hármastól az ötösig már bejön a szellemiség. Tehát gondold végig, az, hogy az ember valahova tartozzon, és biztonságban legyen, és a túlélésével se legyen gond, de hát valahova tartozzon, ténylegesen valahova tartozzon, az már kell egy másfajta gondolkodás. Ott már túl kell lépni egy kicsit az anyagon. Tehát a valahova tartozás, ez egy közös gondolkodást jelent. Érted? Tehát ha megnézed a közösségekben, az embereknek van egy közös gondolkodásuk. Oké? Tehát de a gondolkodás az nem anyag. A gondolkodás a szellemiség. Világos ez? Tehát itt már létrejön a jó szellem, a jó szellemiség, jó szelleműség. Oké? Tehát ahhoz, hogy valaki eljusson a valahova tartozás szintjére, ténylegesen egy közösség révén kell egy együtt gondolkodás. Ha ez az együtt gondolkodás hiányzik, akkor ő nem része a közösségnek. Világos? Ami azt jelenti, hogy nem teljesült a valahova tartozás. Jó? Tehát megnézed, minden közösség, lehet az vallási, vagy politikai, vagy bármi, egy együtt gondolkodást igényel.
És ez meg is valósítják valamilyen szinten az együtt gondolkodást. Tehát, hogy sok mindenben azonosan gondolkodnak a közösségi tagok. Világos ez? Tehát így tud megvalósulni a valahova tartozás. Na nézzük, de ez csak egy ilyen alapszint, tehát itt már van egy az anyagon túllépett szellemiség, tehát egy gondolkodás, mert a szellemiség az gondolkodás, mint az előbb már említettem. Jó, tehát gondolkodás. Tehát be kell látni bárkinek, hogy a gondolkodás az nem anyag. Aki az anyagba hisz, annak is be kell látni, hogy a gondolkodás az nem anyag. Oké? Fogd már meg a gondolkodásodat. Vagy a, mit tudom, a másik embernek a gondolkodását próbáld már megfogni. Vagy próbáld már mérni valamivel, mert a levegőt ugye lehet mérni, azt se tudod megfogni, de lehet mérni. De próbáld már meg egy gondolkodást mérni, nem tudsz. Nincs mérőeszköz a gondolkodásra. Oké? Tehát az egy anyagon túli dolog. Több, mint az anyag. A gondolkodás hozta létre a világegyetemben az anyagot. Nem az anyag hozta létre a gondolkodást. Jó, csak hogy mondjak nektek egy adatot ezzel kapcsolatban, amit megint azt hiszel ezzel kapcsolatban, amit akarsz. Jó, tehát nekem aztán mindegy. Neked nem mindegy egyébként, hogy mit hiszel. Jó, de hogy te mit hiszel, az, az nekem aztán teljesen mindegy, mert mondom, de neked nem mindegy. Jó, szóval gondoljátok végig, hogy ezeket a dolgokat, tehát az embereket itt akarják tartani, az egyes, kettes lelki szinten. Hogy ne gondolkodjanak. Világos ez? Tehát már az se jó, ha közösségben vannak. Az se jó. Hát ezért lettek a vallásellenességek, érted? Ezért lettek az, hogy gyakorlatilag nincs olyan, hogy Isten. Az a vallásellenesség, hogy nincs olyan, hogy Isten. Evolúció van helyette. Isten helyett betették az evolúciót. Oké? Szó szerint évezredeken keresztül szó nem volt arról, hogy evolúció, majd jött ez a marha Darwin, érted? És onnantól kezdve ez az idióta Darwin, és onnantól kezdve elfogadták, hogy van. Nincs Isten, helyette evolúció van. Jó? Tehát ez mi, ha nem Isten ellenesség? Hogy evolúció van és nem Isten. Tehát nem teremtés van, hanem az evolúció hozott létre mindent, és még mindig ezt propagálják. Még mindig, itt a 21. században is erről szól a történet, hogy nincs olyan, hogy teremtő, nincs olyan, hogy teremtés, nincs olyan, hogy Isten, nincsenek olyanok, hogy Istenek, nincs ilyen, olyan van, hogy vannak földön kívüliek, mert azt már kezdik elfogadni, hogy vannak földön kívüliek, de ők nem teremtők, ők földön kívüliek, érted? Tehát most szétválasztják a teremtőket és a földön kívülieket, érted? Szépen szétválasztják. Tehát akkor is úgy, hogy vannak földön kívüliek, simán elhitetik az emberekkel, hogy evolúció van. Nincs olyan, hogy minden teremtett, tehát beszélnek a bolygókról, és ősrobbanásról, meg ilyen baromságokról beszélnek, érted? Hogy magától jött létre, például a Földön az élet magától jött létre, még mindig erről beszélnek, hogy jött egy meteor, becsapódott, abba volt élet, és akkor megteremtődött a Földön az élet. Ekkora ökörségeket mondanak, érted? Még mindig a 21. században. És ezt megeszik az emberek, így van. És erről beszélnek folyamatosan, érted? Nem arról, hogy minden anyag teremtve van a gondolatok által. Hát basszus kuty, hát próbáld már ki. Kezdje pozitívan gondolkodni rendszeresen, folyamatosan, és rájössz arra, hogy kezd megjavulni az életed. Vagy fordíts! Kezdje mindennel kapcsolatban negatívan gondolkodni, úgy tönkreteszed az életedet, hogy arukódulsz.
Tehát a gondolatod révén az egyén teremt. Érted? Te is képes vagy teremteni. Csak nem mindegy, hogy milyen szinten vannak a gondolataink. Magas szinten, hogy magas dolgok, tehát hogy magas energiával teremtsünk, vagy ugye alacsony szinten vannak a gondolataink, és alacsony energiával nem teremtünk, hanem rombolunk, érted? Rombolunk. Egyáltalán nem mindegy. Szóval itt vagyunk mi emberek, és meg vagyunk vezetve. Én nem, de a legtöbb ember, főleg itt a nyugati társadalomban, aki nézi a médiát, érted? Azóta, mióta média van, azóta vagyunk megvezetve. Előtte is a papok megvezettek minket, de azoknak közel nem volt ilyen hatása, mint most a médiának. Szóval, egy olyan világban élünk, ahol így próbálnak tartani itt az egyes, kettes szinten. Ez az a szint, ahol be van zárva az egyén az anyagba, gondolkodás nulla, tehát mérlegelés nulla, érted? Ösztön alapon működik, és azt csinálnak vele, amit akarnak, úgy manipulálják, ahogy akarják. Ha közösségbe kerül, akkor valami olyan közösségbe kerüljön, ahol még jobban meghűítik, mondjuk lehetőleg valami fanatikus vallási közösség, mint például ugye egyszer meghívtak minket a híd gyülekezetébe, még a 90-es években, és csak én azért mentem, mert kíváncsi voltam. És akkor mondtam Mariannak, hogy menjünk, elmentünk ketten, hát csoda dolgokat láttunk, most idézzél be a csoda szót, tényleg, mit tudom én, olyan volt, hogy ugye először zene, utána elkezdett beszélni ugye a főmufti, tudjátok kicsoda a Sanyi, így van, a Sanyi, és mennyit, negyed órát beszélt, és negyed óra elteltével már mondta, hogy a mit tudom én hány százalékot, tizet talán, befizettétek-e már az adományként az egyháznak a kasszájába. De nagyon érdekes, mert mikor a tévében látsz ilyet, ott ki van vágva. Érted? Ott ki van, a tévében, mikor adják, akkor ki van vágva. Az a rész, hogy befizették-e az adományt, az ki van vágva. Ugye rögtön föltűnt, hogy mondom, kb. Negyed órán belül már mondta azt, hogy az adományt befizettétek-e. Ha még nem, akkor rajta. Nem is ez a lényeg. Azt, hogy olyan szinten fanatizálták az embereket, hogy volt ott mellettünk egy fiatal srác, és szó szerint a föld, tehát ugye a kőbányai stadionban voltak, ott ahol ők szoktak lenni, ugye az a hídgyülekezetének a tulajdonában van, az a stadion Kőbányán, és ugye az beton, tudjátok, beton az egész. És ugye ott a nézőtéren voltunk, és mennyi lehetett a gyerek, vagy 17 éves, körülbelül 16, a betonba dörzsölte a fejét a gyerek, érted? Szó szerint. Tehát, és akkor így próbáltam így, mert ugye már többször mondták, hogy milyenné válnak, és akkor próbáltam a hatást úgy, de én nem éreztem semmit, tudod. De Marian se, nem? És az volt, hogy kiszúrtak minket, hogy mit csináltam, mindent megnéztem. Érdeklődőként szépen megnéztem mindent. Jöttem, mentem, néztem ezt, belenéztem abba, és kiszúrták ezt, és akkor azt mondja Marian, látod, hogy figyelnek? Ilyen fekete öltönyösök, érted? Ott figyeltek minket. Nem volt rájuk írva, hogy bármilyen security, akkor még ugye ez nem volt divat. Szóval lényeg az, hogy és az Marian már ráunt az egész, és akkor mondtam, hogy menjünk haza. Én meg ugye mind a ketten elindultunk hazafelé, és követtek az autóig. Az autóig, utána amikor elindultunk az autóval, kiszóltam, hogy most már elmegyünk, nyugodtak lehettek. Na szóval, ilyen közösségekbe beviszik az embereket, ilyen, és gyakorlatilag ezt támogatják is, hogy bevigyék. Mert
hát okosodni nem fognak az emberek benne. Azóta ugye többször megnéztem, belenéztem, nem megnéztem, belenéztem arra, hogy a Sanyi mit mond, mert ugye a tévé leadja, az ATV is az övéké, és az ATV-n van ugye ez a vasárnapi, vagy tudom én minek hívják, Vidám vasárnap, igen, és ugye belenéztem, jó, tehát érdekes dolgok vannak. Jó, ugye az meg a másik fele, hogy van egy Isten, és akkor az egy Isten az, az mindent koordinál, és ugyanaz az Isten mindenkinek, szóval ez a másik véglet, egyik véglet az, hogy nincs Isten, másik az, hogy egy van, és az a minden, az az egy Isten, az a minden, érted? És akkor ennyi. Jó, azt elhiszem, hogy az minden belőle indult ki, de annyi. Na, szóval a lényeg az, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy itt akarják tartani az embereket. És ez ahhoz, hogy az embereket itt tartsák, hazudni kell. Mindenfélét hazudni kell. Az igazságokat el kell ferdíteni. Jó? Tehát a világ dolgaival kapcsolatban, az ember működésével, az élet működésével mindent el kell, tehát nem letagadják, hanem elferdítik teljesen az egészet, és hazudnak, mint a vízfolyás. És mivel sokat hallják az emberek a hazugságot, azt hiszik, hogy az az igaz. Oké? Ha például egy tanár az igazságot akarná tanítani az iskolába, úgy kirúgnák, hogy lába se érne a földet. Tehát minden olyan helyen, amit az állam felügyel, mert mondjuk támogatást ad rá, ugye az összes iskola az, ami állami felügyelet alatt van, az mind támogatott, az gyakorlatilag hazudniuk kell a tanároknak. És ha az igazságot akarnák, még akkor is az alapítványi, csak hogy tiszta és világos legyen, mert kapnak állami támogatást az alapítványi iskolák is, nem kicsit. És ezáltal állami felügyelet van az alapítványi iskolákon is. És nem azt taníthatnak, amit ők akarnak. Jó? Maradjunk ennyiben, csak hogy tiszta és világos legyen. Ugyanúgy egy szakma. Te tanulsz mondjuk nagyon kedvező pénzért egy szakmát, vagy ingyen tanulsz egy szakmát, mert mondjuk fizeti az állam, vagy finanszírozza részben az állam, a tanító nem taníthat azt, amit akar. Azt taníthat, amit jóvá hagy az állam. Világos ez? Jó, ez így működik. Tehát, hogyha te az igazságokat akarnád tanítani, és ezt megtudnák, akkor úgy kirúgnának, hogy lábat sem érne a földet. Jó? Tehát az a lényeg, hogy végig hazugságba akarják tartani az embereket. Szó szerint hazugságokba. Tehát, hogyha nézel mondjuk a médiában olyan dokumentumfilmet, ami mondjuk az ősi idegenekről szól, van is egy ilyen sorozat. Oké, ősi idegenek. De ott is, hogy teszik föl a dolgokat? Kérdésként. Nem állítják, kérdezik. Érted? Megnézel egy ilyen ősi idegen sorozatot, mondom a médiában látni, interneten is van, fönn vannak ilyenek. És kérdeznek. Tehát nem állítanak semmit, mindig csak kérdeznek. Hogy nehogy véletlenül valaki helyesen kezdjen el gondolkodni, érted? Ezért csak kérdezik. Tehát nem mondják azt, hogy az úgy van, de hogy mondják, hanem kérdezik. Még azt is kérdeznek, ami látszólag 100% biztos, még arra is azt is kérdezik. Hogy lehet, hogy ez volt, vagy lehet, hogy az volt. Nem állítanak semmit. No szóval, ugye mit kellene akkor csinálni? Az imént említettem, hogy ezeken a szinteken akarják tartani az embereket. De nem ezért vagy itt? Nem ezért vagy itt? Hogy nem ezért vagy itt? Most nem a PPH-nál, a földi létedben nem ezért van. Érted? A földi léted
amiben azt vállaltad, hogy ezeken a szinteken felmész. És tök mindegy, hogy hova születtél, akkor is emelkedsz rajta. Tehát még egyszer mondom, amikor az ember meghal, egy bizonyos lelki szinten hal meg. Én nagyon sok embernél azt látom, akik meghaltak, hogy nem. Tehát ahhoz képest lejjebb kerültek, mint ahol voltak. Tehát megszülettek egy lelki szinten, emelkedtek, majd időskorba visszaestek. Nem az számít, hogy hova emelkedett föl az ember, hanem az számít, hogy mikor elhagyta a földi létét, akkor hogy hagyta el. Tehát gondold végig, ha egy ember normális szintre fölmegy, mondjuk az önmegvalósítás szintjére, de időskorba, érted? Hót hülye lesz, és egy dolog számít neki, hogy ő túléljen, érted? Akkor ő ezen a szinten hagyta el a földi létet, és ide fog születni a következő életébe, erre a szintre. Oké? Hát ezért ugye régebben könnyebb volt, mert sokkal kevesebb probléma volt, sokkal kevesebb probléma volt. Egy. Kettő. Nem szenvedtek az emberek az életük utolsó szakaszában, hanem viszonylag gyorsan meghaltak. Tehát ami azt jelenti, hogy valószínűleg azon a szinten maradtak, amin felnőtt korba voltak, érted? És azon a szinten haltak meg. És ez még így volt a 70-es, 80-as években. Na azóta ez romlott, ez a 90-es évektől romlott ez a helyzet. Nagyon érdekes. Ugye azt is meg tudjuk határozni, hogy pontosan mikortól, 93-tól. Csak hogy nem a rendszerváltás, az nem 93-ban volt, hanem 89-90-ben. Nem a rendszerváltás, ez általános, ez nem csak Magyarországon van így. Nyugaton nem volt rendszerváltás, és ugyanúgy 93-tól változott meg ez a dolog. Tehát 93-tól. Oké? Okay? 93-tól. Tehát ott volt a fordulópont, a 92-93. És 93-ban világszinten ez megváltozott. Jó? Hát ha megnézed a generációk váltásokat, egybeesik. Hát persze, az egy generációváltás. Ugye volt egy másik generációváltás, ugyanúgy észlelhető, 67-68-ra. Ugyanúgy, ott is volt egy nagy váltás 67-68-ban. A világban volt egy nagy váltás, de ez egyben generációváltás is volt. Oké? Okay? És ugyanúgy a következő ilyen nagy váltás az 92-ről 93-ra. És akkor számoljatok, mit tudom én most, hogy vagyunk? 18-ban volt a következő generációváltás? Azt mondja, hogy 93, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 17, 17-18-ra volt a generációváltás. Tehát 17-ről 18-ra. Megnézed, szintén ugyanez. 17-ről 18-ra most itt volt egy nagy romlás megint. És amiatt jöhetett be a Covid 20-ban. És ha megnézed, 17-18-ban volt pont, amikor fenntartották még a gazdasági, tehát pénzeket nyomtak be a gazdaságba, hogy még 17-ben ne jöjjön a gazdasági krak. És utána még 20-ig tudták ezt tartani, 20-szal pedig bejött a Covid, és a Covidra lehetett fogni a gazdasági válságot. Jó? De ugye visszaemlékeztek, én 17-ben már mondtam, hogy 17-ben mesterségesen, 17 év végén, tehát 17 őszétől, hogy mesterségesen tartják fenn a gazdaságot. Tehát már komoly gazdasági válság van, csak pénzt nyomnak be a gazdaságba, hogy ne legyen összeomlás. És a Covid az gyakorlatilag arra kellett, hogy ne a kormány, ezt akkor elmondtam, ne a kormányokat hibáztassák az emberek a gazdasági összeomlásért, hanem ugye a vírust. A vírust meghibáztathatják.
azzal szemben nem tudnak csinálni semmit. Jó? És ha megnézed, megint ugyanez a 17-ről 18-ra volt egy nagy gond. Nagy gond. Egy nagy váltás. Jó? Tehát lényeg, hogy az ember leszületik, és azt vállalja, hogy magasabb lelki szinten fogja elhagyni ezt a földi létet, mint amit, ahogy leszületett. Mint az előző életében, amit teljesített. Oké? Na most kérdés az, hogy ki mennyi fejlődést vállalt. Ez a kérdés mindig. Hogy ki mekkora fejlődést vállalt. Én azt tudom, hogy ugye ide születtem, 4-es, és vállaltam a 7-est. Oké? És én azt meg is fogom csinálni. Egyébként mérhető, hogy ki milyen szintre született. Tehát mérhető. Ezt tanuljuk, amikor foglalkozunk ezzel a képzésen, hogy honnan tudod megállapítani, hogy ki milyen lelki szintre született. Jó, és lényeg az, hogy miért jó az, ha miért nem jó az, hogy az ember elevickél. Tehát most gondold végig, minél magasabb szinten vagy, az alattad lévő szintek azok rendben vannak. Tehát nem tudsz úgy egy magasabb szinten lenni, hogy az alattad lévő szint nincs rendben. Érted? Tehát hogyha te megelégszel a biztonsággal, akkor a túléléseddel nem lesz gond, de az összes többi, ami fölötted van, azt felejtsd el. Érted? Azt felejtsd el. Tehát az, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, minél jobban érezze magát a bőrében, ezeknek annál jobban meg kell lenni. Minnek. Tehát annál jobban érzi az ember a bőrében magát, minél jobban ezek megvannak. Világos? Tehát ha szeretné szenvedni, akkor maradj ezen a szinten. Az egyes, kettes szint, az tök jó neked. Ha jó kis mazovista vagy, semmi gond nincs ezzel, érted? Szenvedj! Azt érdemled, mondhatod magadnak. Miért? Miért érdemled azt? Mert nem hozol jó döntéseket. Mert nem akarsz jó döntéseket hozni. Hát a jó döntések az akarat kérdése. Ahhoz, hogy az ember jó döntéseket hozzon, okosnak kell lenni, eszesnek kell lenni. Minél eszesebb vagy, annál jobb döntéseket hozol. Ahogy eszesedik az ember, úgy kerülhet egyre feljebb. Ahogy feljebb kerül az ember, egyre jobb és jobb döntéseket hoz. De közben lejjebb is lehet kerülni. Hogy? Az, hogy önsajnálatba esel. Rengeteg ember önsajnálatba esik, már egész fiatalon is. Önsajnálatba esnek. Minél nagyobb önsajnálatban van valaki, annál jobban visszacsúszik, és annál jobban tönkreteszi az életét. Tehát az életünk az nem az önsajnálat, az a fejlődés. Tehát egy egyének fejlődnie kell, hogy jól érezze magát a saját bőrében. Ezért, tehát összefügg a kettő. Minél magasabb lelki szinten vagy, annál jobban érzed magad a bőrödben. Minél alacsonyabb lelki szinten vagy, annál inkább nem érzed jól magad a bőrödben. Hát gondold végig, egy túlélésért küzdő ember hol érzi magát jól a bőrében? Vagy egy olyan ember, aki a biztonságért küzd, hol érzi magát jól a bőrében? Hol? Sehol. Honnan tudni, hogy ki milyen szinten van? Nagyon egyszerű. Ez most egy tanítás lesz, jó? A gond, itt van ez a 7 lelki szint. A gondolataid. Melyik körül forognak a legtöbbet? Melyik lelki szint körül forognak a legtöbbet? Hát az azt jelenti, hogy ami körül a leginkább forog a gondolatod, azon a lelki szinten vagy. Bezonyám. Oké? Nagyon egyszerű. No szóval,
Ennyi az idő? Már kellett volna kezdeni a másikat. A második rész. No, jól elment az idő. Kénytelen vagyok abba hagyni. Szóval a lényeg az, hogy nézzük még itt. Azt mondja, a 30 óra képzésünk, havi képzések értéke az 200 ezer forint, az első hónap akciósan 19.700, a második hónaptól 12.500 forint, egészen az áremelésig. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy ennyi. Ennyibe kerül a 30 óra képzés. Ennyi képzést, vagy ennyi díjért képzést te nem kapsz sehol, semmilyen formában. Jó? És mondom, nézd meg, ennyi az értéke. Tehát, hogyha a piaci értéken nézned a képzéseket, ennyiért kapnád meg a 30 órát. Tehát az mennyi? Akkor az 7000 forint durván, óránként. Körülbelül ennyi. Jó? Na, úgyhogy evel szemben meg ugye a 12.500 forintos második hónaptól az 440 forint. Jó? Akkor lehet gondolkodni, hogy hol érdemes fejlődni, tanulni, ahol van egy közösség, ahol már meg tud valósulni a valahova tartozás. Melyik jobb nekem? 2000. Jó? Egy óra vagy egy hónap? Mi? Hát egy óra. Ja, így van. Így van. Hoppá, hol vagyunk? Hol voltunk? Már túlmentem. Itt volt. Jó? Lesz egy valahova tartozás, ha elismerést is szeretnél, akkor fel tudsz jutni könnyedén az elismerés szintjére. Az önmegvalósítás azt tudja jelenteni, hogy átadod másoknak a tudásodat. Jó? Nyilván kiknek? Hát, hogy megvalósuljon a valahova tartozás, meg az elismerés, jó? Azután tudod ezt csinálni. Tehát az önmegvalósítása saját csapat nélkül nem megy meg, az elismerés sem működik saját csapat nélkül. Utána pedig lehet a küldetés szintjén, ami azt jelenti, hogy azon a szinten már nem pénzért csinálja az ember, semmit nem pénzért csinál, hanem a alkotásért, a teremtésért. Jó? Hát a teremtésért. És azután jön a beteljesülés, hogy az ember képes legyen. Ja, itt le is vannak ezek írva. Hát én ezt külön vettem, nem vettem külön. Itt nagyon pici maradt. De jó, hogy kijavítottam, és nem vettem külön. Na mindegy. Jó. Szóval, várunk szeretettel. Lesz most egy 30 perc szünetünk, utána pedig egészségteremtő kocsképzésünk, folytatása következik, ugye annak a harmadik része lesz. Jó, ez egy több hónapos képzés. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok! Visszaadom a szót a házigazdánknak. Nagyon szépen köszönöm Szedlacsik Miklós mesterkócsnak ezt az előadást. Én úgy gondolom, hogy az emberek ébresztését, ha ez nem, akkor semmi nem fogja megoldani, tehát semmitől nem fognak felébredni. Kézzelfogható bizonyítékkal a kezükben alszanak. Hát nem tudom, a gondolkodás nem lehet tanítani. Már hogy normális, ébredt emberekké váljanak az emberek. Hát a média olyan szinten elaltatta őket, hogy én azt látom, hogy figyelik az emberek, hogy kik szelfiznek, de hát akkor ők mit csinálnak? Ők meg azt figyelik, hogy szelfiznek, és azt hiszik, hogy ébren vannak. Hát én nem így látom. Én az életem legjobb döntésének tartom, hogy ide kerültem a PPH-hoz, pontosabban rám talált a PPH. Nekem is mindig nagyon fontos volt, hogy közösségbe legyek. Vidéki gyerekként ez meg is volt oldva, és kisebb-nagyobb csapatocskáig működtek. És gondolkodó ember lévén pedig engem ateistának neveltek, tehát nincs Isten, evolúció van.
én megtaláltam azt a hiányosságot, éreztem belülről, hogy nem lehet. Én nagyon szeretem ugye a magyart, minden szót egyesével kibetűzni, benne van. Benne van. Valóban nem lennének olyan szavaink, szobraink, ami nincs, azt nem tudja az ember megvalósítani. Mindig képeztem magam, tehát mindig kerestem a lelki fejlődéshez való utakat. Figyeltem, érdeklődtem, utána jártam. Én ezt tudom ajánlani mindenkinek. Senki nem fog tudni becsapni, ha így teszel. Itt Szedlacsik Miklós tanít nekünk olyan módszereket, amivel kielemezheted, megértheted, és megoldhatod az életedet. Én nem szeretném tovább húzni a szót. Mindenkinek azt tudom mondani, hogy ilyen csekély összegért valóban egy óra díjért kapunk 30 óra, nem akármilyen tudást, eltitkolt tudást, ami valóban használható. Próbáld ki, mit veszíthetnél. Ilyen csekély összegért valóban nem kap semmit. Most 30 perc szünet következik, ha nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételeddel megtiszteltél minket, akkor elköszönünk tőled, 30 perc szünet.